Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma még velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Mujó a celeb. Hey, és legyél nekem hálás, hogy ö, valami isteni sugallatra több screenshotot lőttem a telefonommal és, és ez még egy értékelhetőbb verzió volt, amit föltettem, mert volt egy olyan, ilyen mikor benyomnak egyet oldal. Elképesztő fejeket lehet lőni, hogyha az ember pillanat megállít néha, amikor kiszaladok sorozat nézés közben, és megnyomom a pauz gombot, akkor egyébként teljesen jó megjelenésű színészek, nagyon bizarr ábrázatot öltenek a képernyőn. De köszönöm szépen, hogy nem a legmegalázóbb képeket gyűjtötted ki mégsem azt majd fölteszem a párásítóba, jut eszembe, csinálok egy ilyen, egy ilyen Hall of Fame csarnokot. Igen. Kérlek. Beszéljetek már egy kicsit, mert én, én tiszta zokni vagyok. Egy percesem sem estem be, a sapkámat nem tudom, hogy hol hagytam a kocsiban, vagy el, mert akkorát fékeztem. Tök mindegy, hogy van rajtad sapka, vagy nincs. Vagy nincs sapka ebbe. <laughs> Az esetben több emberrel beszéltem, és óriási médiaaktivitás van egyébként sajnos ellenünkre, tehát ezt is hozzá kell, hogy tegyem. Az egyik kereskedőnél a tv egy volt, és konkrétan megmondták neki, hogy csak azt a másfél percet fogják bevágni, ami magyarázza az e-cigaretta működését. Bármit, ami mást mondott, azt kivágják a picsába a másik ez a király, magyar egy? M1, igen. m 1 beszélünk. A másik kereskedőnél talán az Echo tv voltak kint, és kérdezték a, a, vásárlókat, hogy ugye milyen szar ez az e-cigaretta. Valami írdatlan, megszervezett, borzasztó kampány folyik. hogy mondják, Na. ezt várja csapataink harcban állnak. Ne lőjük el a puska porunkat, mert, és tartsuk szárazon, mert ö, ezt is szeretném majd megemlíteni. Ö, előtte, előtte kicsit menjünk chill legyen, mert tényleg iszonyat pörgés volt a mai napom, és és ha nem ember lennék, tán a nyálam is folyna, annyira nem tudok még semmire koncentrálni, úgyhogy meséljetek már, kicsit lazítsunk, hogy... hogy ö, de hogyha megkérdezem, mi, hogy mi, ha megkérdezem hogy mi történt veletek, akkor azt fogjuk beszélgetni most negyed órán keresztül, hogy ki mit fordított, meg mit cáfolt, meg mit linkel. Kinek írt levelet? Á, nem, tehát ez így. Akkor Köszönjük szépen lé. egyébként, hogy a kormánynak dolgozhatunk, tehát... Helye. Végezhetjük a munkájukat. Igen, igen. a munkájukat. De mesél, mújó. Ja, én csak a panaszkodni akartam egy picit nem igazából panaszkodni, csak ha már így kérdezhet, hogy nekem annyira összejöttek a dolgok, hogy me meló szempontjából is brutálisan le vagyok terhelve. És akkor erre most jön a nyakunkba hirtelen ez az egész szarság, igazán várhattak volna egy hetet, ha nyomorultak, és akkor nyugodt körülmények között lehetne intézni ezeket. De nem úgy, hogy aztán én is úgy vagyok, hogy ki se látok a fejemből az első liter kávémon már túl vagyok, és elfelejtettem behozni a második literrel. Ez nagyon szar volt egyébként, minden <suk> developer panaszkodik. Jaj, mennyit kell dolgoznom, mennyit kell dolgoznom. Most tényleg sokat kell dolgoznom, tehát az ilyen löketekbe szokott jönni. És na, jó, jó na jó, na jó, hát aztán annyi pénzt keresel, hogy sose fogy el. Hát persze, annyi pénzt keresek, ezért, ezért szoktál engem látni a Podmanicki úton Ferrari-val gyorsulni. Te, te, tudná -e tudnál gyorsulni? Nincs jogsim. Tehát igazából se tudnám, melyik pedát kell nyomni. Hát akkor pláne. Tehát jobbról-balról végig parkoló autók, az mondjuk téged nem akadályozna semmiben. Az Akkor a Dózsa György út parkolójában, vagy nem tudom, vagy egy, egy elhagyatott kültel ki Tesco parkolóban megcsikorgatnám a kerekeket, ha azt azért tudnám, hogy a kormány milyen irányba kell tekerni, de hogy nagyjából véget is ér a gépjárművezetői tudományom. Ez látszik is a videókon, hogy te olyan fejed van, mint aki, aki tényleg csak tömegközlekedéssel vagy, görkorcsoljával jár, és a hóna alatt hegedűt hord. Vagy hordja a drága párja. Hát, úri ember nem csibész ugye, aki sofőrszolgálatot tart otthon gyakorlatilag. Ja, és Milyen nap van ma amúgy egy. Várjál, ö, már mire gondolsz, hogy igazából vagy... Igen. Hát igazából csütörtök van. Hogy, ho, Hogyan fordítsak így menet közben napokat? Ö, mi legyen... Elmondjuk, hogy ma szerda van? Elmondhatjuk, hogy ma szerda van, igazából. annyira ma szer... zajlanak az események. Igen, ]ben. ma igazából szerda van, tehát hogyha esetleg... Ha holnap kapják meg, és holnap történik valami, amiről mi még nem tudunk, az nem a véletlen műve. Igen. Természetesen ez megint Krisztián miatt van. Mert ez az... mi abszolút... Akkor a celeb, igen. hogy figyelj Krisztián! Igen? Azt tisztázzuk azért, hogy te elvileg Ö, azt írtad, hogy háromkor jelenésed van egy rádióban, vagy tévében, vagy mit tudom én, hol? Mikor? Ö, holnap. Nem, holnap ö, telefonos interjút adok a Klub Rádiónak reggel 7.47-kor. E várjál, ha valami három órát mondtál, azt akartam neked deklarálni, hogy akkor azt tisztáztat velük, hogy melyik három óra, mert te képes vagy, és hajna hajnal háromkor, aztán csak nem, várod nem. a hívást, hogy ezek a köcsögök nem hívtak, nem hívtak. <laughs> Három óráról nem tudok, kérlek szépen, ez most új nekem. Nem, nem, három órakor engem. Ja, én kérek Ö, elnézést. Bocsánat. Igen, úgy úgy volt, hogy három órakor én adtam egy telefonos interjút, amit valószínűleg a holnapi adásban fognak Ki? leadni. Kérdezzétek és... meg, hogy én kinek és mikor adok interjút holnap? Ö, kinek és mikor adsz, Charlie holnap interjút? Ö, nem tudom, elvileg akkor ébredek, amikor jön a TNT-s futár, remélem 11 után, és addig aludni fogok Úgyhogy átalszom Mujónak is az interjúját, <tok> de lélekben és az álmaimban vele leszek. Hát ahogy jó, kinéz az éjszakám, mert végig fogom valószínűleg dolgozni, nem kizárt, hogy én is át fogom aludni azt az interjút. <tok> <tok> és mi a vélemények? <tok> Hagyjanak már béké, add <tok> Jaj. Bizony, hogy jaj. Mm. Na, és visszatérve, hogy velem mi történt igen, egyébként. Igen, igen, várjuk. Tehát, hogy csak így felszedjem a beszélgetés uh, fonalát. fonalát. Illékony fonalát. Illékony fonalát. Nem tudom. <laughs> Nem Összefolyik tudom. minden. De igen, 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 tehát így. Azt hiszem a, a napom nem egy cigarettával való foglalkozásnak a csúcsa az volt, amikor a kolléganőnek nőnek megpróbáltuk kitölteni az orosz vízum kérelmét. Az a fránya, kokain. Azért nem emlékszel itt a napokra. Ilyen trükkjeid vannak figyelemelterelésre, nem? Igen, rossz, igen, nem rossz. igen, 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 igen. igen. Ja. Nem, nem tudom, tehát nekem folyamatosan ilyen... Ilyen orwelli feelingeim voltak a, a mai nap. Nem? Ever Hát de, igen, mindig. Én egy kicsit bevallom, megkönnyebbültem. Tehát az a hosszú-hosszú, igazából most már három éve tartó várakozás az most véget ért. Kulvarosz. És <laughs> a legszorabb elhoz. véget ért, amit, amit uh, érhetett ez a igen. dolog egyébként. Mi, mi, minden várakozást felülmúlt, igen, de, de igen. legalább legalább, legalább a az előbb, amikor felület. azt mondtam, hogy ilyen Orwelli feelingeim voltak, tehát én így az 1984 és az állatfarm között uh, típródtam folyamatosan, tehát így újra hallgattam rádióinterjúkat, a nyakba akaszthatós, fájcserélős e-cigarettákról, meg eszméletlen. Komolyan mondom, valami futurológiai intézetbe kéne ezt az embert betenni, érted? És az így megmondaná a tutit. Hogy nem a telefon, meg nem ezek a most divatos, az e-cigaretta gyerekek. Hát abban lehet fülhallgatót dugni, Érted? Mondjuk az 5000-es csatlakozó az éppen mono, tehát így szólni kéne neki, hogy az annyira nem jó zenét hallgatni. De hát lehet, hogy kitaláljuk az 5000-es sztereó csatlakozót. Nekem lennének ötleteim, hogy hova lehetne még fülhallgatót, meg sesernyőt dugni. Kolbásztartó rudat. De, akkor a következő az tényleg az lesz, hogy az Artist Jazz meg a Mahasz is kiáll az elektromos cigaretták ellen. De szépen mondtad, de... én mindig jusnak mondom. Hány, hány megásmodod van? Ha. Érted? De és hologramos cseréz. matricás az Kéz. elektromos cigarettát. Kész, őrület, és ezt a, 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 másik az, hogy, hogy fölhívott ma az egyik kereskedő, hogy képzeljem el, hogy az egyik törzsvevője bement hozzá, és mondta neki, hogy hát ő már nem vesz többet, mert inkább visszaszokik a cigarettára. Tehát, hogy ezzel az ordas Ajas, megtévesztő, fél, negyed, ötöd, tized igazságokra épülő kommunikációval el tudták kérni gyakorlatilag másfél hét alatt, hogy embereknek ez megforduljon a fejébe, és visszatereljék őket a dohányzásra. Tehát ez a, a, a dohányzás fókuszpont működésének a csúcsát képviseli szerintem hát most kurva, MM <-m2> nyerekben érezhetik egyébként magukat. De... de, Hát tudod jól, cigaretta abban van a vitamin. Ö... <laughs> 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 Bo hogy közben Mi volt, elég. mi volt a Kossuth Rádióban? Idézzük szó szerint, amikor beteg vagyok, és nem gyógyulok, olyan rosszul vagyok, csak elszívok egy szál cigit, és egyből jobban vagyok. Na, hát, mint a, tigri Ványan, mint a tigrisben. Szó szerint, csak köhögök, és rágyújtok, akkor két nap alatt meggyógyulok. Várja, most hát azért vár... két napig szívni kell azt a kurva cigarettát, érted, hogy meggyógyuljak, de de két nap, tehát két nap, két doboz cigarettőcsém, az... Várja, várjál, ne idegelj ki. Uh, most leveri olyan... a maripent a Ma polcról. Mint a most rámegy Nagy görög lagziba az ablak tisztító. Hát, hát, csak nem, úgy volt ez szó szerint, hogy jön egy betegség, nem gyógyulok. Rágyújtok, és a cigaretta meggyógyít. Illetve Volt még, a, még a, két, szerintem az ha? elektromos jobban károsítja a szervezetet. Az emberét hallották. Kedves Én azért hallgatóim. ezt képzelem, így a képzeletveli szemeim, azt a jó mondtam, tehát így a lelki szemeimmel látom, ahogy így a, fél, a film végén Demien, F. Tibor és ez a betelefonáló úriember kéz a kézbe elsétálnak a naplementében. <hállt> kikupálódhatott ezt is, ezt egyébként, mert most a pont a mai ö, 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 már jön, jön érted, a cigaretta rendőrség, ö, mert pont a mai nyilatkozatban már a Malboro mennel jött, képzelde. el. Mi, mi, mi volt a Malboro mennel? Hát valahogy azt is említette a, a reklámban szereplő... Ö, 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 igen, ezt azzal hozta összefüggésbe, hogy milyen ö, fiatalos a az e és hogy a kockázatai miatt, mert a fiatalok egyébként nem kockázat kerülő, hanem, hanem ö, ö, a kockázatra utazó magatartást tanúsítanak, ezért választják az e-cigarettát többek között. Érted? Na fiú, elnézést nem... kérek, ki kell mondanom, ez egy fasz. <laughs> Krisztán, az Egyesület állja per Nem, elnézést, baromarcú fasz. Befejeztem. <laughs> hozatok narancsot, húsleves nem kérek. A, ha még lesznek még majd esetleg adásaink, akkor ezen az Evernote jegyzettömben el kéne gondolkozni, mert annyi, annyi fasságot nem tudtam beírni egyszerűen a show amennyit csak az e-cigaretta összefoglaló pdf első pár oldalán, szerintem öt oldalig jutottam, aztán na mondom, most már megnézem én azokat a lábjegyzeteket, hivatkozásokat, legördítettem az aljáig, és, és ott kezdtem el mazsolázgatni, aztán agyfaszt kaptam, azt akkor visszatekertem, oda-vissza, oda-vissza játszottam, és, és hát igen, az a link, amit elküldtem, és elegánsan kitörölte valamelyik agysebész, nem tudom, hogy azt hiszem Fifika volt, Nekem nincs a nem. Akkor jó, te voltál? Nekem nincs a kitöröltem. Pff, azt ennyi. Igen, én voltam. Úgyhogy... úgyhogy De Legalább elvállalja, okay. látod? Virtuális faszkorbácsot neki. Öm, nyom, 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 nyom. Nem rendeztük be egyébként időrendbe ezeket a szigiri szájba kurt bejegyzéseket, hogy Ú, legyen valami. szájú a mai adás. Fuck hát is. ez már megint. Kicsit, kicsit feszültebbek a... vagyunk a kelleténél, vajon miért? Lehet, hogy aláfestő zenének az egész adás ideje alatt a belga... Hát én a belgára gondoltam. <laughs> az, az Egy, osz. két, há... Kurva anyád. Négy, öt, hat... Nem folytatom. <clears throat> hogy ö, csapjunk bele a... Hát ezt nem levesnek, én ezt szarkupacnak hívnám. Tehát csapjunk bele a szarkupacba? Csapjunk bele két tenyérrel. Ah, tegyünk még egy fánglival a fostalicska tetejére. <gül> <gül> ezt ugye Várjál, várjál, várjál. mondom. Tegyünk még egy fanglival a fostalicska tetejére. Ezt úgy elképzeltem, tudod, hogy így megmeríted a fanzit és akkor így, 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 így tudom, egy pici lendületet adsz neki, és így, így, neki futás, hogy oda egyet. is. amikor a fossal teli talicskát áttolod át az egy darab keresztbe fekvő lapát nyélentet. Azt így, az a jelenet maradt meg bennem, hogy áttolod, és akkor így szétcsap mindenfelé a szar. Fiúk, fiúkák, melyik kötök dobta be a, a, a Chicago-isznak a linkjét? Nem én voltam. A, én sem, akkor lehet, csak én. Fifika lehetett. Uh -huh, uh -huh, várj. Most akkor Csicel. mi is célozza a gyerekeket? Nem, nem lehetetlen, hogy én voltam, de ez már annyira régen történt, hogy kiradírozta uh, az elmúlt egy hét a fejemből a... Jó, Igen, akkor én, de én ezt kitörlöm. ezzel találkoztam, yes. Jó, meg a, az alatta levő linket is kitörlöm. Hell. A harmadik pont lesz az utolsó. De az miért, miért törölted most ki? Hát mert olyan régi volt, hogy kitöröltem. Most most sokkal... de friss. Pont, de ez hát friss? Én... Hát pont erről kéne beszélni. Hát most mondtam. Most van a kurva néni kéteket, érted, amikor az megissza a patronyt a gyerek? Hát van, van ellen példa. Visszaraktam. Gyerünk, mondja. Nekem meg jól van jól. nyitva. Jó, nekem is. Nekem Én csak is. Beraktam, de nem készültem. Én Azt csak meg, megnéztem annak idején. Tehát van egy ilyen Nik Nikvitin minis nevű uh, nikotin uh, tartalmú. Jaj, tudom, Sznek. igen, 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 igen a izé, a kis színes rágótabletta. tabletta, amit abszolút igen. nem kívánok a gyerekek leszoktató eszköz. Oh, yeah. Támogatott hogy. Támogatott leszoktató eszköz. Cukorka, meg színes csomagolásban, tehát úgy, 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 ahogy kell. Most még azt is mondhatnám, de nincs rá ilyen, de biztos, hogy egy idő után lehet majd cserélhető tokot kapni hozzá mindenféle színekben, és az is vonzóbbá teszi a fiataloknak. És akkor 9-10 évesek veszik ezeket, mert ezek ilyen nikotincukorkák. Gratulálunk! De remélem, hogy nálunk is majd forgalmazni fogják ezt gyógyszertárba korhatár nélkül, mert biztonságos. Sőt, ami az esetben benne van még, ugye, hogy ez pont valamiért az osztályterembe osztogatták szét, és a rendőrség szóvivője azt nyilatkozta, hogy a gyermekek azt hitték, hogy cukorka. Mert hát végül is az. Mert az, igen. Tehát az, ne, jól hitték amúgy. A, és amúgy. most időzéjeleket Integetek a levegőbe, a bizonyítottan rákeltő nikotinos cukorka támogatott leszoktató eszköz. Mindenki hagyjon az otthonában, ahol gyerekek vannak kép, nagyon sok ilyet szerte szélje, idézőjelben Igen. természetesen. Kedves Ildikó, ezen nem volt gyerek, gyermekzár a lik a forgalmazott likvidekkel ellentétben, amin egyébként rosszul tudod, van gyermekzár. Sőt, elmondom neked, öt éve van gyermekzár. Nem, Fifika, te... ezt te tudod rosszul. A, az nem öt nem év az erős barokkos túlzás, de egyébként majd... Fogod... Charlie, a legelső Vak... után töltő, amit vettem gyerekzáras fakad. Maradjál már nyugton. Maradjál már Nem maradok nyugton. Vén ember. Majd tukton. adok én neked olyan linket, amit ők állítottak össze, és azon bizony nem lesz gyerekzár, de majd megmutatom. A kabar... Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevesek, hogy a, a kabari és a tragik között van valahol félúton ilyen tragikomédiába kezd nálam fordulni ez a, ez, a, ez a törvény tervezet, de mindent annak majd a helyében és idejében. Ja, hát ennyit a, ennyit a kis cukorkákról, és akkor a következő linket már kattintom is meg. Az én, az én voltam megint, ez én voltam fel, bevállalom, ez egy nagyon-nagyon hosszú cikk, amit nem idéznék teljes terjedélmében, alapvetően azt a kérdést feszegeti, hogy miért, miért nem minden esetben megbízható, miért nem minden esetben szolgálnak megbízható eredménnyel a, a, a klinikai kísérletek, hogyha valamit vizsgálunk, de a konklúziója, ami például az elektromos cigaretta támogatja-e a dohányzás abbahagyását vagy sem kérdésben között meg, Tehát a, a, a szerző azt mondja, hogy ebben a kérdésben, hogy az elektromos cigaretta végül is segíte abban, hogy az ember abba adja a dohányzást, vagy sem, baromira fölösleges, iszonyat költséges és nagyon bonyolult klinikai kísérleteket folytatni, van erre egy nagyon egyszerű és hiteles módszer. Meg kell, meg kérdezni. kell kérdezni azokat, akikkel ez megtörtént. Igen, igen, igen. És meg kell nézni, hogy az adott mintában hány százalék nem működött ellentétben a nikotinos tapasszal. Szóval, benne van a magyar nagyon jó, tehát benne van a magyar szóba is tapasz, talat. Érted? Pici, pici off topic, most is meg kell jegyeznem, hogy Andor kurva jó ez a nagyon drága mechanikus mód, ami még mindig nálam van. <tosz> És már vissza sem kapod. Jaj, ha már Andor, akkor gyorsan egy vidám közhírét étetik, dolgot beszúrnék, hogyha megengeditek közös gyereketek megszületett? Mi van? Nem, 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 nem. Örökbe Soros György Andor. <laughs> meg Bill Gates. Bill Gates és Soros György vadházasságában örökbe nem, nem erről van nem szó. Andor... Nem jó, Andornak van a legtöbb haja a csapatba. <laughs> Andor, Andor ugye ö, nagy híve a, a, a Legion Run nevezetű dolognak, és nagyon kapacitált minket is, és kivált kép engem is, hogy a tavalyi, illetve az idején jelenjünk meg, ami aztán végül nem úgy sikerült, és ezt megint megpedzegette, és behúzott engem a csőbe, illetve én húztam be magamat a Igen, csőbe. Igen, nem kicsit, nem kicsit. Hogy akár el is indulok, de én annyira jól érzem magam a bőrömbe, hogy akár el is indulhatnék tetterős gőzlérként ezen a dolgon, de ha már itt vagyunk, akkor én azt a kitételt tettem, hogy van az én kedves idősebbik hugomnak négy párfogolt kiszticája a nánási úton, akik hontalanok és egy kukatároló környékén laknak, és nagyon régóta próbál nekik, ők három-négy hónap körüli kiszticák, próbál nekik otthont és gazdit találni, úgyhogy ha sikerül a nevezésig a cicáknak gazdit találni, és szeretném a kedves elektromos szigaretta közösség segítségét kérni ebben a kérdésben, történet, történet, történetben, akkor bizony vas, vaskezű, vaslábú Andor mellett benevezek én is jövőre a Légion ránra és kozban, mocsokban fogok futkározni, lihegni és sírni. Azt, azt nem tudom, hogy Andor mondta-e, hogy jövőre a Beast szériát is megtartják, ahol nem 5 kilométer lesz a futás, hanem 42. Az egy akkora szám, hogy én azt már föl sem érem ne, Tehát nem. megkerestem most a posztot, kérem, vegyük jegyzőkönyvbe, hogy én már most szóltam. Nincs kifogás, nincs nyaralás, nincs holmi vacak tévés szereplés. Ez a nap foglalt. Ha megint nem jössz, nem vagy más, mint egy kacsacsőrű emlős. Krisztián erre roppant férfiasan ráfűzött, hogy szálka megy az ujjamba, és nem fogok tudni hegedülni, nem tehetem meg ezt a világgal. <gül> <gül> és valaki, val várjál, hogy is mondta? Csináljuk azt, hogyha valami jó is kisüljön belőle, ha sikerül otthon találni Gina Hugom kis párt, Gina, Gina. nem Gina Hugom fogotjainak, akkor elmegyek és végig szenvedem úttörő szavamra és most jött a kegyelem Andortól. Nekem elég lett volna, ha drukkolni és sörözni jössz ki, de oké, okay, legyen. Az csalás, ha minden négyet befogadjuk Andival. <laughs> és itt Krisztián megadta magát. <kül> szóval menni fogok. Én... Legyen, Isten, mi? ez könnyelmű ígéret volt a részemről. Nem, nem. A négy kis cica otthonra talál, én megyek és végig szívom az egész légion ránt, mind az öt kilométeres szakaszát. Ezt azért hozzá kell erre ki kell mennünk, ilyen helyszíni közvetítés lesz. És mi majd valami elektromos szkúterrel vagy kerékpárral fogunk utána, vagy mellette menni, és közben élőben közvetítjük, persze mi kacagva, hogy ő hogy szenved a porban, sárban, szöges drótok között csúszva. Persze, napernyő alatt fogtok kicsörögni a fehér műanyag kerti székeken sört, mi közben citromos sört hörpintünk. És masszívan kuncogtok rajtunk. Citromos De sör. persze, ez először a négy cicának otthonra kell lennie. <laughs> ad ide, ad ide. Vigyázzok rá. Ad Aha, ide. persze. Gondos. Gondos Ö, nem, gozgal. azért azt megjegyzem, hogy én ahova járok, és ma is voltam kínai kajáldába. Két beszeneve van, az egyik a kisbüdös, a másik pedig a macsek. Tedd össze a kettőt minden egy macskádra szükségem van. <laughs> Nem is nekem, a szakácsnak. Meg se hallottam. Nem, én sem, én sem. Na, <laughs> folytassuk akkor egy újabb agymenéssel, mégpedig, amiből már idéztem is, ugye, ahol a cigaretta gyógyít, és károsabb az E, mint a hagyományos, és csak pár, pár vezérmondatot felsorolnék a nagy tiszteletű se Damien, nem, D. Tibortól és dr. H. Ildikótól, aki milyen igazgató? Stratégiai Bár igazgató. Mindig st elfelejtem. Biztos egész igazgató. nap starcraft És akkor... És akkor csináljunk egy ilyen kis kvízt, hogy kitaláljátok-e, hogy ki melyiket mondta. Különböző vegyületek. Ez nagyon tudományos egyébként. Én nem hallottam egyébként az adást, megkíméltem magam tőle. Szerintem ez az ildikó. Nem, 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 nem. Oké. Okay. Nem mondta a fenébe. Internetes értékesítés tiltva lesz. De miért? Ting! Néhány trükk. Bluetooth-on zenecserélés e-cigarettán keresztül. Demjén. Ez a kedvencem, Tink! ez a kedvencem, Tibor, te egy föltaláló vagy. ízesítés, ami szintén tiltva lesz. Tibor? És <coughs> ö, off megkérdezem, hogy ö, ha nem lesz benne ízesítés, akkor <coughs> akkor ez PGVG? Hát mi más? pg nikotin. Ö, a, 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 de tudod, az egészségesebbik nikotin, amit ők forgalmazhatnak csak. Valószínű. Oké, okay. következő. A nikotin trójai falova az elektromos cigaretta. Ó, ez érdikó. Ez Én is őrát tippelek. Várjál, lesz még jobb is. A nikotinnak van kimutatott rákkeltő hatása? Ildikó. Ting! Ildikó. Oké, következő. Felrobbangat. Demjén. Ting! Különböző vegyületek. Ildikó. Nem. Ez már megint? Ez már volt. Ezzel kezdted? Látod? És megint beleszaladtatok. <laughs> <kül> Oké. Okay. Nem tudjuk biztosan, melyik a károsabb. Uh, ez... De mién? E Na, a fenébe. A a bocsássatok meg, a személyes kedvencem. Egy randomizált vizsgálatban kijelentették, hogy a nikotinos rágóval egyenrangú, és a rágó is hasonló leszokási mutatóka mutatókat biztosít. Tibi-tibi-tibi. Nem, Ildikó, Ildikó, Ildik. Ildikó. Ildikó. Ah, bi. Hát egyrand, de ő nem én tudott sze, erre ilyen konkrétal. egybefüggő mondatokat de én erre, mondani. Hát szerinted ez többször, egy, többszörre, egybefüggő? többször mondta hanem. el, és ezt én raktam már össze így ja, egybe. hogy, ja, hát Egy is. randomizált vizsgálatban. Tehát ez annyira tetszett, ez az egy randomizált vizsgálatban. Egyébként én értem, hogy mire gondol. Érted? Tehát... Na jó, de jó lenne a másik Van még egy, van még egy. Egy cigaretta A báránybőrbe bújt farkas. Érdikó. Érdikó. Na, ilyen és hasonló mondatok hangozottak el ebben a zseniális kosút Rádiós interjúban. Azért azt itt a báránybőrbe bújtatott farkasnál elmondanám, hogy amit meg ők mondtak, az a, az, az okosságnak tűnő hülyeség. Tehát igen, nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik. <laughs> a hülye okoskodik. <laughs> Tehát, kedves hallgatók, mondjuk, tippeljék meg, hogy melyik esetben miről van szó. <laughs> de, 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 látjátok, hogy erre, erre ö, főiskolai egyetemi szakok vannak kommunikáció címszó alatt, hogy, hogy nem értesz hozzá, aztán mégis véleményed van róla, és kiállsz, és hogy, hogy tudod elmondani ő meg ékezetek nélkül, megakadás nélkül, csak úgy, úgy elmondani, hogy így legyen egy flow, és hogyha te elmondod így, hogy egy randomizált vizsgálatban kijelentették, hogy a és elhiszik. Elhiszik, mert úgy mondod. Hát, mint a verset tanulnál, megvan neki papíron, és aztán szépen bemagolja. Aztán valaki föltörte a weboldalamat, és alárakott valami gifet. Borzasztó. És Nem képzeljét, képzeljétek el, hogy uh, Charlie mondta itt az előbb a a dohányzás dokumentumát, hogy én meg így véletlen letekertem ma, de minek? <laughs> Ez jó. És, és megláttam a, az angliai népegészségügyi intézet bizonyítékon, vagy bizonyítékokon alapuló tévedése című, című agymenésüket, nem tudom, ki írta hozzá a kommentet. Az a Lanszenen jelent meg az a cikk, és arra egyből ráugrottak. Igen. De ez valami hihetetlen. Tehát ér, 185 tanulmányról beszélünk, ezt ma megtanultam. Az, a, az ő tan tanulmányok kapcsán, ugye az ANTS meg azt hiszem 6-ot hozott föl, ugye? 6 mg, erről jegyez meg. 6-ot nevezett, nevezett meg, igen. 6-ot nevezett meg és, és ilyen, ilyen esküvés elméleteket gyártottak már a végére, meg hogy hát, jaj, hát aki abban van, az, annak van ilyen üzeme. Hála annak a jóistennek legalább tudja, hogy miről beszél. Mert ti nektek aztán lövésetek nincs a bluetoothos os fejhallgatós cigarettátokkal a nyakatokba, baszki. Tehát, Ez hihetetlen. van az egyébként, hogyha a kereskedők behozzák a sok kínai vackot, nem a minőségi, mechanikus modokat, amik, mint tudjuk, ez is benne volt. Ez is benne volt. Elmondom én nektek, nehogy hülyén halljatok meg, és kedves hallgatók, ti sem. Hú, Azért túl, elektronikus állsz. a cigaretta, mert Hú. még a legkisebb egóméretű cigarettában is van egy úgynevezett, ezt idézem a demjént, egy úgynevezett mikrocsip, ami, oh. ami akárhogy is vesszük, egy elektronikai egység ezért elektromos, úgyhogy most már én a kutyámnak is csak annyit mondok, elektromos gyere ide! Egyébként a Krisztál szegény azóta nem szívja az elektronikus cigét, csak keresi, hogy hol van benne az elektronika. Én nagyon, én nagyon. E egyébként én, én is végiglapoztam ezt a hívjuk csak egyszerűen, én nem bírom, ez hosszú nagyon ez a cím, hívjuk egyszerűen csak agyfasznak. Tehát végiglapoztam ezt az agyfaszt, és euh, amit mondtam, hogy oda-vissza, oda-vissza, és beleőrültem már majdnem. A következő mondatot kérlek segítsetek megérteni, mert lehet, hogy a az én befogadó képességem nem elég hozzá. Csak egy kiragadott mondat, de a kontextusát tekintve értelmes. 2012-ben azon fiatalok közül, akik még soha nem próbálták a dohányzást, 2,9% használt e-cigarettát, míg 2013-ra ez az arány 4%-ra emelkedett. Akkor most ezt mm, egyszerűsítsük. 2012-ben mondjuk 3, 2013 4%. Tehát az elektromos cigaretta használat nőtt. 2013-ra az e-cigaretta használat 13-ról 9%-ra csökkent a 13-15 évesek körében, azonban az e-cigarettát használók körében a dohányterméket nem fogyasztók aránya növekedett. Mi van? Én elvesztettem a fonalat. Okay. Én értem, hogy miről beszélt. Akkor Akik a... elektr... Tehát ezt mondjuk így vakon megmondtam volna. Akik elektromos cigarettát szívnak, kevesebb dohányt fogyasztanak. De, Képzeljétek de, el. De, már de igen, de ez bukott. Azonban az e-cigarettát használók körében a dohányterméket nem fogyasztók aránya növekedett. Igen, mert elektromos cigarettát használtak, termék helyett. De hát ellentmond a mondat első felével? Igen, az egyikben azt mondja, hogy nő, a másikban azt mondja, hogy csökken. Teljesen homály. Én ebbe a két mondatba egyébként én is belekötöttem, de én szemantikai meg halmaz elméleti oldalról, mert szerintem az, az, az komolyan. Igen. De hát, a, a egyszer két-három százalékot mondanak, egyszer 20 százalékot mondanak, mert az én felfogásom szerint az a, az a halmaz, akik elektromos cigarettáznak, de nem dohányoznak, az megegyezik azzal a halmazzal, akik nem dohányoznak és elektromos cigarettáznak. Igen. <laughs> Hogy igen. lesz a háromból húsz, azt nem tudom. Az egyik halmaz hm. esetében az e-cigarettázó az nem dohányos, a másik halmaz esetében az e-cigarettázó az dohányos. De ezt Judit ilyen... aztán megmagyarázta a párásító csoportban, hogy ez valami nagyon nehéz nyakat ekkertől. Ah, megijedtem, hogy, megijedtem hogy valaki behívta a doktornőt a csoportban. <laughs> jó, jön a De következő. Képeszti. Azt mondja, hogy. És ezt nem értem. Miért jó, vagy miért rossz ez? 2012-ben az e-cigarettát használó fiatalok közül 16%-a voltak olyanok, akik soha nem próbálták ki a dohányzást. Uh, míg 2013-ra ez az arány 28%-ra emelkedett. Ez miért baj? Tehát ez miért baj, hogyha valaki nem dohányzik, uh, de nő, ugye megállapítottuk az előző mondatban, hogy nőtt az egy az oktábora. <kül> És már tudod, ez a, ez a puffog, a fiatalok körül. Milyen fiatal? Én fiatalnak érzem magam. Még 40-se vagyok. Ő meg már a halálhoz közelebb, mint én. Uh, következő. Nem ne? ez a hülye zsebtanulmányuk, amiről sehol nincsen normálisan feltüntetve, hogy hogyan, mi, mit kér, mi. Na, számít ezt akartam mondani. Kerekül, a következő az... mondat Jaja. az azt mondja, hogy ismert összetevői között bizonyítottan egészségkárosító anyagok vannak. Én rávittem az egeret a bizonyítottan szóra, nem volt link. Nem volt a végén lábjegyzet leutaló csillag, szám, se semmi. Nem láttam tanulmányt, ami ezt bizonyítja. Akkor hol van az, hogy bizonyítottan? Hát ők a szakértők nem Ja, csak érted. annyira tele van a fejük, hogy ezt nem volt már idejük leírni, értem. Akkor megyek tovább. Nem tov kell, amit ők mondanak, a szentítás. Az bizonyítva. Az a bizonyítás, hogy ott leírták. Uh -huh. Igen. Igen. A vizsgált elektronikus ci Elektronikus... De mindegy, folyadékok párájában. Tőlem egyébként nyugodtan el el lehetetleníthetik Magyarországon az elektronikus cigarettát, mert olyat senki nem használ a világon. Azt csinálok az elektronikus cigarettával, Igen. amit akarnak. Na mindig, bocsánat. Semmi gond. Azt mondja, hogy a párájában a propilén glikol és glicerin koncentrációja magasabb volt, mint a hagyományos cigaretták füstjében. Továbbá a vizsgálat szerint a formaldehid koncentrációja háromszor magasabb is lehet az elektronikus cigaretta párájában. Ö azt mondja, először egy bravót akarok kimondani és megtapsolni őket virtuálisan. Tehát hogy egy PG-VG-bázisú anyagban nagyobb a PG- és VG-koncentráció, mint a cigarettában. Ehhez szeretnék gratulálni. Hát, Ehhez még a orvostechnikai a műszer sem kell, hogy meg tudjam állapítani. Hihetetlen. A másik pedig a formaldehid háromszor magasabb is lehet. Tehát ezt. Ö, ennek analógiájára, amit már sokszor ö, láttunk, hogy ö, hogy a víz öl például, mert hisz hát, ha megiszok ö, 30 litert, erős a gyanúm, hogy nem bírná a szervezetem. Tehát ö, ez a lehet, ez, ez jó, egy csomó mondathoz, csak ide nem, ahol bizonyítani kéne. Hát és speciál nem a párájában, mert ugye mint az út már más tanulmányok, és nem a megjelenése után két nappal korrigált japán tanulmány, amit a hollandok felhasználtak, és aztán kikötött ezeknél a szerencsétlen idiótáknál. Uh... Bele. <laughs> Megint túl hosszú mondatot volt, kész vagyok teljesen. Szóval, következő... hogy szára, no, száraz, száraz van szó, ugye? Úgy, hogy annak nem sok párája van. Itt a következő is, az egészségre gyakorolt hatás vizsgálata során figyelembe kell venni az expozíció mértékét, erős, átlagos vagy gyenge, az expozíció időtartamát. Milyen? Azért figyeljetek, hogy tehát belerakunk ilyen szavakat, hogy expozíció, és egyből tudományos lesz a dolog. Uh -huh. Gyakoriságát, valamint azt, hogy bizonyos anyagokkal kapcsolatban nem áll rendelkezésre információ. Tehát az én konklúzióm, tehát nem tudjuk róla, mit okoz, ezért tiltjuk. És akkor én most szeretném kérni, hogy tiltsuk be Jézust is, ugyanis még sose láttam. És, és akkor, akkor egálba vagyunk. Na, e egyébként erre a Krisztiának volt egy, egy jó domája, hogy, hogy igen, miért nem tiltják be a dohányzást? Szóval igen, ha az elektromos cigaretta Te ennyire... Arról sűrgyítően... már mindent tudunk. Arról már mindent tudunk. Tudjuk, hogy szar, tudjuk, hogy rákkeltő, tudjuk, hogy betegséget okoz. Minden tudunk, és mégse tiltjuk be. De bezzeg az e-cigaretta. Az, 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 az azért van, mert leírják a következő bekezdésben, hogy az elektronikus cigaretta használat közben képződő pára és a kilélegzett aeroszolban, figyeljetek már, tisztára úgy érzem magam, mint egy kis testspré, kis aeroszol, ahogy így kilélegzem, oldott állapotban jelenlevő részecskék a zárt térben tartózkodó valamennyi személyre egészségkárosító hatással bírnak. <kül> Az e-cigaretták használata közben a folyadékban levő különböző vegyületek nem csak a fogyasztó tüdejébe kerülnek be, hanem kijutnak a környező levegőbe is. Tekintettel arra, hogy egyelőre nincs hiánytalanul feltárva, hogy a pára milyen hatással van, az megint egy kedvenc szó, expozíciót passzívan elszenvedőre, a WHO <háhá> spanunk az e-cigaretta használatát a hagyományos cigarettához hasonlóan korlátozni javasolja nyilvános helyeken. Ö, szerintem ez hazugság egyébként, meg mi az, hogy a kilélegzett pára légszennyező hatású. <hállt> Ennyi lett volna erre a kommentem, illet... Én erre mondja, illetve Félben még egy maradott. valami, ez volt az a pont, ahol fölkúrtam az agyam, és legördítettem az aljára. Megnéztétek az alját? A, a lábjegyzeteket, meg a hivatkozott uh, tudományos uh, tanulmányok alapjául szolgáló, már mint hogy veszélyes az e-cigaretta, és itt vannak azok a veszélyes e-cigaretták képpel. Uh, azokat néztétek? Néztük. <coughs> Na, Néztük. aki nem látta volna, a likvidek azok a legócskább szarok, a hollandiai vizsgálatban szerepeltek egyébként. Nem is csodáltam, hogy nincsen rajta gyerekzár. Volt olyan, ami nullásnak volt föltüntetve, és 1,8%-os nikotintartalma volt. Erre meg ez a megoldás, igen, hogy az egész piacot tiltani kell, nem ám azt a gyártót kell megbaszni, hogy zörögjön a csontja is, és akkor a probléma meg van oldva. A másik pedig ugye mondják, hogy milyen veszélyes a készülék, meg az anyám kínja, és itt hivatkoznak egy EN 60065-ös szabályra, ami a tűv oldalán nagy nehezen megtaláltam, és ez mindenféle audiovizuális eszköz, hifi berendezés, ugye bluetooth-os ecigi, és na, na. és egyéb, elektroni egyéb elektronikai termékek. És a a 20 darabot összeszámoltam, és 18-nál a kínai lapos fali ajzat, amibe beledugod a, egy picit valamiért villogott a telefonom, jó? Amibe beledugod a a töltőkábelt. Na arra volt ráírva, hogy ez nem ajánlott, mert töltés közben kigyulladhat vagy vagy zárlatot lehet, vagy áramü <coughs> bocsánat, áramütést okozhat, de mindjárt oda karikázok egyhez. Ó, ah, vették egyébként a fáradtságot, hogy meg mi a faszomnak fordítsuk le. Pirossa kiemeljük a lényeget angolul az jó van. Na, hadd nézzek egyet. Electric shock. Uh! And fire. Ö, és akkor itt megemlítik, hogy a, a, a szigetelés az. Az nem olyan, amilyennek kéne lenni. Ö, természetesen itt ö, ha európai töltőt látok, az leginkább tudod, ez az, az, az iPhone-os vékony kis szar, és, és az is a kínai, amiben fene tudja, hogy abban a kis pici vízbazban milyen elektronika van. Tehát ö, ez volt 20-ból 18 esetnél. Ezért veszélyes az az elcigi, amit egyébként csak töltesz vele. A másik pedig a a lábjegyzetek, amik, amik, nekem különösképpen szemet szúrtak, azt mondja, hogy az elején még volt egy kis lendület benne, aki ezt összeállította, és az első három, négy, öt, hat... Ezek hülyék. Meg fogom nézni, hol hivatkozik az Egyesületre, mert ott van benne a Vapernek a linkje. Szóval vannak benne linkek, és aztán eljutottam oda, ami, ami engem érdekelt, a 23-as, illetve a, valahol a 25-ös környékén, ahol hivatkoztak ugye erre, hogy te micsoda részecske méreteket inhalálsz be, és aztán, aztán aeroszolizálsz te, ott semmi link, csak egy ennyi, hogy Fernández, Balibé, Suréda, azt mondja, particulate matter from Electronic Cigarettes and Conventional Cigarettes a Systematic Review and Observation Study. Na, bocsánat. <laughs> és, és ennyi. Menni fog. Menni és fog. ennyi, hallod? És keresd meg. Még egy ilyesmi. Hát tehát ennyi bőven elég ahhoz, hogy én utána ezt nagy nehezen megtaláljam. És ez a nem pont ez a hivatkozás, de valamelyik hivatkozás, amit ilyen könnyen meg lehetett találni, ez hivatkozott arra, amit egyébként mi a neten megtaláltunk, hogy már pedig a PM10-es részecskeméret alatt nem szerepel az elektronikus. Basz, már én is ezt mondom zsigerből. Szóval nincsen benne PM10-esnél kisebb részecske, de PM10-es méretű sem, és ők meg jönnek a kettő és fél mikrométer, ugye? Jó mondom? Kettő és fél mikrométer. É, igen, azt hiszem, igen. <kül> tehát, tehát, hazudnak, Charlie. Igen, ja, reggel, délben, van... este megírják ezt a szarfőrmedvényt, összeszedik a legszarabb tanulmányokat, a legszarabb cigaretták, e -e -e cigarettákról, és utána megírják, és pontosan tudják, hogy igazániból akiknek az óra elé fogják ezt tolni, azok nem fognak utána nézni, hanem elhiszik, mert ők a hatóság, ők az intézmény, Visszaélnek a, 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 a pozíciójukkal, és persze nyilván a nem PM10-zel zrikálják a népeket a, a, a médiában, hanem ezzel a báránybőrbe úgy farkassal meg az összes többi szarra. Tehát hazudnak, mint a vízfolyás. Ja, és két dolg jutott eszembe, hogyha megengeditek az egyik a passzív vépelés kapcsán, ugye tudjuk, sokkal, 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 sokkal több felmérés és tanulmány bizonyítja, hogy nincsen passzív vépelés. A másik, amit a múltkor olvasgattam a passzív dohányzással kapcsolatban, hogy kimutatták, hogy a passzív dohányzás 85%-át nem a kilélegzett, hanem a szabadon füstölögni hagyott cigaretta vég okozza. A 85%-át. És ugye Blacky is elkezdte ö, ö, nagymesterünk szétszíncálni ezt a tanulmányt oldalról oldalra, és most már a második ö, ö, epizódnál tart ebben a történetben. Azt és, hittem, azt mondod, és most már a második oldalnál tart. És ő pont egy olyat említett tegnap, hogy a, 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 a hagyományos cigaretta károsanyag kibocsátása nagyon meg tud nőni akkor, hogyha éppen nem szívják azt, hanem csak úgy füstölög a vakvilágba bele. Úgyhogy innentől kezdve, ez csak így adalékként, én azt mondom, hogy nyasgem, persze, hát mondhatom, hogy nyasgem, de mert nem nekem szállják. Ha nekem adnának ide egy ilyet, vagy egy egyetemi oktató lennék, és azt így beadnák nekem, akkor azt mondanám, hogy jó, fiam, szerintem menj át bölcső és szakra, mert semmi keresni való nincs a tudományos életben. Ez egy rossz vicc, de egyes alá a, próbálkozásért, hogy, ez, egy föltelmesen hulladék, szemét, szar, hazudik, minden pórusából ömlik a valótlanság. Egyetlen egy igaz mondat van benne, az elektromos szigaretták gőzében sokkal több a propilenglikol és a növényi glicerin, mint a cigaretta fűszben. Ez az egyetlen egy igaz állítás abban az elcseszett dokumentumban. De Szemétládák. azt is érdemes lenne megtárgyalni, hogy, hogy például miért van az, elsősorban, most nem akarom fifikát háttérbe helyezni, de talán egy picit több között van a kereső algoritmusokhoz, hogy nekem be van állítva a, a Google-nek az értesítése, magyarul az e-cigarettára keresek. És viszonylag sokat írom le ezt a szót én is a weboldalon, Blacky is a weboldalon, ezekről kurvára sosem nem jön értesítés. Most megnézem a, az utóbbi, csak így parasztba, Gmail, fölmegyek a Gmailre az utóbbi naptermését, Azt mondom, hogy frissít ések e cigaretta, és akkor csak a címeket olvasom nektek, pubikáim, Azt mondja, hogy muszáj. Napokig, napokig volt kómában az e-cigaretta miatt. Az e-cigaretta káros nem segít a leszokásban. Tehát van itt egy atv van egy újabb csapás, mér a cigisekre a kormány privát aztán helyettes államtitkár interneten sem lehet majd egy cigarettát vásárolni, egy keményen odalép a kormány, neten nem lehet majd egy cigarettát vásárolni, interneten nem lehet majd egy cigarettát vásárolni, és a többi, és a többi. Hogy ezt már levezettük ugye egymás között az egyenletet, de, de azért a hallgatóknak is elmondhatjuk, hogy ez az egész ugye 9-én indult el igazán a, a lavina, és az is egy MT is, fizetett bejegyzés volt, amit hajnalban kitettek, és ut utána ez megpörgette a, a hazai ö, tartalomgyártókat, és mindenki ontotta magából ezt a marhaságot. Majd ö, megjelent ö, kicsit később, azaz tegnap egy live.hu, aki nem tudná, ez a Origo érdekeltségű ö, tartalomgyártó weboldal vagy cég, nem tudom hogy hogy fogalmazzak, és ott ö, ott szintén volt egy nyilatkozat. És akkor ö, ömlött a trágyalé az agyamban, túl ezen a szinten, hogy eddig vagyok, eddig, eddig. eddig, pff, <laughs> Addig voltam, és akkor írtam egy egy levelet a, a hölgynek, aki nem is hölgy volt, hanem csak egy infókukac. És <laughs> infó kukacs. <laughs> De, de. É, és annyit kértem tőle, a kis csacska képzed válaszolt. Istenem, a, annyit, nem kértem, tettem, mire vállalkozik. annyit kértem tőle, hogy, hogy, mondja meg, hogy milyen forrásból szerezték az információkat, mert csak tippelni tudok, hogy dohányzás vagy emmi, vagy, vagy valami hasonló git lett. és leírtam, hogy mik a tények, linkeket, fentiek fentiek figyelembevételével kérem, hogy a cikkhez kapcsolódó helyesbítést jelenítsenek meg, mert így nem más, mint félretájékoztatás. További kérdés esetén állok rendelkezésükre, név aláírás cím a szerkesztőségben. Jött is a válasz, mert nagyon rendes volt a Csajsi, és azt mondta, hogy hol van az e tesztekes fiók, annyi van, mint égen a csillag, már a tököm ki van ezzel a sok e-mail fiókkal. Azt mondta, hogy hát tulajdonképp ez nem, ez nem oknyomozás, meg nem kutató volt, ez egy egyszerű fizetett hirdetés volt, hisz láthatom, ott van a cikk alján, hogy mi van a cikk alján, Krisztián? A cikk alján az van, hogy a cikk megjelenését a Széchenyi 2020 program támogatta. Itt Tadám. azért, igen, hagyjunk azért egy kis szünetet, hogy mindenki fel tudja dolgozni. Itt öntötte el a trágyalé az agyunkat. És jött a következő először e-mail, aztán úgy fölvágtam magam rajta, hogy rájöttem, hogy ott van egy telefonszám is, és fölhívtam a hölgyeményt, és megkérdeztem tőle, hogy, 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 hogy akkor ezek szerint, emivel ez egy hirdető volt, akkor legyen kedves megírni, hogy ki volt a hirdető, és élni szeretnék a jogunkkal, és erre is igénybe fogjuk venni a közérdekű adatigénylést, amire az volt a választelefonban is, mint írásban is, hogy nem áll módjában kiadni a hirdetőnek az adatait, úgyhogy ö, azt hitte szegényke, hogy mi elkullogunk, de nem. Ö, ez csak sarkantyú volt lovunk oldalába, hogy ilyen nem szép nem élek, hogy... képpel fogalmazzak, és úgy fölbasztuk az agyunkat rajta, hogy gyorsan megírtad az adat köz, az adatigénylőt. Az adat, az adat megírtam, igen, mert hát, hogyha ők nem árulják el nekünk, akkor mégis ki lehet a ludas, a két legkézen fekvőbbet betámadtam egy-egy közérdekű adatigényléssel, az ant és a dohányzás fókuszpontot, ha gondolod, akkor beolvasom, hogy milyen kérdéseket tettem fel az nekik. Jó, tisztelt Országos Egészségfejlesztési Intézet, bla 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 bla, bla, bla. 2015. november 9-én a Life oldalán megjelent, kiderült az elektronikus cigaretta és káros az egészségre című fizetett sajtóközlemény az önök intézmények vagy intézményük valamelyik osztályának közvetett vagy közvetlen megbízásából jelente meg. Amennyiben igen, úgy, egy, intézményük melyik osztályának megbízásából jelent meg a fennnevezett írás? Kettő, mennyibe került fennnevezett írás leközlése? Ahogy az írás végén is olvasható, a cikk megjelenését a Széchenyi két Széchenyi 2020, most megtanultam, ma hívtam őket, úgyhogy tudom, hogy ezt így kell mondani. A Széchenyi 2020 program támogatta. Ennek fényében három. Melyik Széchenyi 2020 pályázat keretében valósult meg ez a támogatás? Négy. A pályázat mely céljaival van összhangban fennnevezett cikk leközlése? Továbbá. 5. A cikk miért hagyta figyelmen kívül azt a több tucat nyilvánosan elérhető kutatási anyagot, amely a cikkben megfogalmazottak ellenkezőjére szolgál bizonyítékul? 6. Hogyan fér össze véleményük szerint intézményük célkütézéseivel, a tények nem teljes valójukban történő, a rendelkezésre álló kutatási anyagok közül kizárólag a negatív példákat megemlítő, elferdített tömegtájékoztatás. Ez megkapta az ANT, megkapta a dohányzás fókuszpont, remélem beletrafálunk, és valamelyik volt, és aztán ugye ennek folyománya is van még, mert elkezdtük nézegetni a szécsényi 20 at hogy mégis milyen pályázatok vannak ott, és sehol nem találtunk olyan pályázatot, aminek a célkitűzéseire vagy megfogalmazott céljaival összhangban lenne egy ilyen cikk Úgyhogy nem voltunk rest, telefonáltunk, megkérdeztük, hogy hol lehet visszaéléseket bejelenteni, úgyhogy megtettük ezt is az Antilop nevezetű kormányzati weboldalon, ahol támogatással való kapcsolatos visszaéléseket lehet akár anonim módon is bejelenteni, és szépen elposztoltam nekik, és úgy nézem, hogy jelenleg egyébként beteletoltuk őket, mert hogy a kedves elektromos cigaretta közösség is tollat, virtuális tollat ragadott, és őket is érdekli, hogy mi van ezzel. És mostanra meg, 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 meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41 közérdekű bejelentésnél tartunk ebben a témában. Fuck yeah. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon remélem. Hát, ha nem hajlandóak elmondani, akkor majd szépen a Kehi kivizsgálja, hogy ki volt ez is, és, és miért. Miért? Miért támog, vizsgálja pénzből. az hogy nekem miért jó az én pénzemből? Ezek egyébként EU-s pénzek főként, de hát ugye meg van határozva, hogy. De, milyen, de ugye mi is az EU tagjai vagyunk? Persze. Tehát az én pénzem van. Igazad van, igazad van. Elnézést kérek. Elmennek a picsába. Van. Hogy ja. saját maga ellen használják föl azt a pénzt. A pénzemet. Hát De jobb. egyébként, na, de jó csinálják. Hát majdnem, majdnem. Tehát én, én, minde... én, én ezt mondtam a csajnak, mikor mondta, hogy, de hát ez fizetett hirdetés volt, hogy az meg, keresem, azt nem látok X-et, meg semmit. mi, hol? Hát ott van az alján, hogy a Szécsényi 20-20. De csak mondom. Na, és akkor erre. Erre ma megjelent egyébként ugyanez az origón is, majdnem ugyanígy leközölve, de a kép ugyanez volt, és, és képzett ott már lehetett kommentelni. Hála. Mert hogy ezt nem lehetett, azt tegyük hozzá a zárójában. Az origós cikket azt meg lehetett kommentelni, úgyhogy láttam, hogy ott, ott ment, a, ment a finom presszió több vaper gőzlér részéről. Úgyhogy legyen csak így, legyen csak így. Ö, mert egyébként uh, ugranék is a, a... Még ne ugorj, mert igazándiból ehhez a tárgykörhöz tartozik a kilences is. Adatigénylés és barátai, úgyhogy én azt előrehoznám. Az az igazság, hogy én föl akartam építeni egy, egy, ívet a dolognak, de akkor, akkor basszál bele akkor a közepébe. Építs föl az ívet utána, kérlek, mert hogy akkor bakugrásokba beszélnénk a témákról, mert ez tényleg ide tartozik. Szóval az van, hogy itt a, 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 az Antilop oldalon bárki küldhet be bejelentést a, a visszaéléssel kapcsolatban, és nem csak ez a gyönyörűség van, hanem az van, hogy létezik nekünk a gazdasági versenyhivatal nevezetű szervünk is, ami kifejezetten az ilyen fizetett célú, tehát reklámmal kapcsolatos ö, ö, dolgokat felügyeli, és nekik van egy olyan nyug, hogy panasszal, illetve bejelentéssel lehet élni, amennyiben a kedves fogyasztók vagy forgalmazók, visszásságokat tapasztalnak a sajtóban e, megjelenő fizetett tartalmakkal kapcsolatban. És van nekik egy űrlapjuk, amit úgy hívnak, gyönyörű szép neve van, űrlap fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, valamint jogsértő összehasonlító reklám bejelentéséhez. És hogy, hogy nem, ez szerintünk teljesen bele passzol ebbe a helyzetbe, és el is kezdtem olvasgatni, hogy az aktuális jogszabályok alapján mi az, ami, ami, ezt lefedi, és itt összeszedtem egy kis csokorba. Valótlan információ vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon történő megjelenítésével, jelentős információ elhallgatásával a szakmai gondosság követelményét sértő, nem az észszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jó újszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal való eljárás, ténylegesen és potenciálisan torzítja a fogyasztói, fogyasztói ügyleti döntését azáltal, hogy érzékelhetően rontja a tájékozott, a szükséges információk birtokában hozott döntés képességét. Na, hát most köpjön le az, aki nem gondolja azt, hogy ez teljesen száz százalékig és még azon is túl kimeríti ez a gyakorlat, amit Demien, a doktornő, Egyrészt végez a médiában, mert nem, nem feltétlenül kell, hogy ez fizetett legyen, hanem amit a, 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 a nefi, OFI dohányzás fókuszpontja és az ANTS csinál, ezt Elképesztő módon kimeríti. Úgyhogy ö, itt koprodukcióban elkezdtünk gyártani egy ilyen feljelentő csomagot, ami szépen szét lesz szedve. Egyrészt erre a Lifus fizetett ö, cikre lehet bejelentést tenni majd a GVH-nál, és szépen a Demjénék és a doktornő által a médiában ö, elhangzott műsorokat egyesével is külön bejelentést tárgyával fogjuk tenni. Ezek nyomtatvány kitöltve, nem kell személyre szabni, névtelen is be lehet küldeni, egy darab e-mail címet kell elküldeni a doksikkal, úgyhogy szépen mindent összekészítünk, és leszőnyek bombázzuk ezeket a moskokat a GVH-nál is. Hogy mondaná ne ezt? Pusin. Pusin, hm? hogy Push. mondaná ezt? Hm? Hogy? Leszőnyek bombázzuk őket a gecibe. <laughs> Így. Ne érezzék olyan nyugodtan magukat, és kis szerencsével még akár a mi oldalunkra is fognak dönteni, és akkor aztán nagyon nagy fejhullás lesz. Ez viszont egész más megvilágításba helyezi azt, amit, amit ugye el voltál havazódva, meg egy kicsi rebút kellett az agyadnak, és ugye kitöltöttem ezt a formanyomtatványt, hogy ugye nehéz volt külön szedni a, a kedves Ildikót, a kedves úriembert, illetve a, a live hús megjelenést, úgyhogy lehet, hogy ott majd még szofisztikálni kell, mert én én, én inkább a live hura összpontosítottam, amikor kitöltöttem. Azért is hagytam benne azokat a piros részeket, hogy azt még mindenféleképpen át kéne nézni. Viszont, viszont belefűztem mind a hármat ott a, ott a kifogásolható tartalomnál, tehát ott az OFI, az ANTS, meg minden. Nem gond, nem érintett. gond. Én megcsinálom majd, hogy szétszeparáljam őket, mert alapvetően tényleg külön-külön minden műsort és sugárzást be kell jelenteni, ami ebben a témában történt. A Kossuth Rádióban elhangzottakat, az RTL-en elhangzottakat, stb. stb. ezeket egészen szépen csokorba szedted, és akkor lesz egy ilyen szeretett csomag, négy-öt, hat doksival, valamivel külön-külön mindegyiket meg lehet támadni. Annyi a különbség egyébként, hogy a Live cík esetében alapvetően ismeretlen, idézőjelben elkövetőről van szó Szó, mert hogy nem ismerjük a kilétét, de a, a, a tény álladék az ott van. Az összes többi esetben pedig pontosan tudjuk, hogyha ha demény nyilatkozik, akkor a nefit kell megnevezni. Ha a doktornő nyilatkozik, akkor a korányit kell megnevezni, így csúj tra. Úgyhogy azt majd én szépen szétszeparálom, és mindenki neki lódulhat, és egy e-mailben följelenteti az összes mocskos szemétládát. Amit meg kifognak, szintén közpénzből vizsgálni. Ege. De ha már szórjuk a közpénzt, legalább nekünk is szórják Igen. a közpénzt, ne csak nekik, basszus. Úgy Elnézést van. azért az intermezzóért, de úgy gondoltam, hogy, hogy ne, ez, ne, 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 így, ez, így, ez így jó, csak, csak ugye én a, a visszafele görgettem az egészet, és, és ugye ott van a 11-es pont, amire majd kitérünk. Megelőtte a 8-as ugye a benyújtotta, és amit nem tudom, hogy feltűnte nektek abban, amit mondtam, a Kossuth Rádiós interjúban is ö, amit mondott, illetve a láttad-e magad azt majd külön lefogjuk legrebbelted végül is azt az adást? Ö, nem, de kilenc magasságába fölkerül az archívumba. Jó, akkor azt majd ö, akkor azt majd leszeded és, és föltolod a, a szerverre. Aha. Mert akkor én azt megvágnám, fölrakom azt is. Tudod, legyen meg, nehogy az legyen, hogy véletlen eltűnik, vagy valami tököm tudja, mi történik. Ja, ja. De nem is ez a lényeg, hanem hogy hogy ahogy abban mondta, minden egyes alkalommal kész tényként kezelte, hogy a, ami a Kossuth Rádióban is volt, csak basszus, bezártam már természetesen, úgyhogy megint megnyitom. e cigi Igiri e cigi tesztek. Azt mondja, hogy Kossuth Krónika. Csak mert nem félek attól, hogy ne pontatlanul idézzem az urat. Internetes értékesítés tiltva lesz. Ízesítés, ami szintén tiltva lesz. Ez, ez a sok lesz. Tehát minthogyha, minthogyha már ez egy lefutott kör lenne, és csak arra várnának, hogy jogerőre emelkedjen az, amit ők benyújtottak. Hát egy nagy büdös lófaszt, kedves Demjén Tibor. In innen szép szopni, Tibor. Hát igen, uh, ugye... Megtörtént a, a beterjesztés, ami már önmagában vérlázító, hogy a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetésre került. Bocsánat, Állíták. bocsánat, bocsánat, Igen. Zoltán. Mert hogy a doksinak a tetején az van, hogy nem adok si én van? Nem, a beterjesztésnél igen, amit a, a, a Dovilinkelt, hogy a szakmai a civil szervezetekkel egyeztetve. Hát egy büdös lófaszt volt egyeztetve. Semmi nem volt egyeztetve, úgyhogy ez ügyben dr. Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének írtunk mi is egy levelet, írt a platform egy levelet. Uh, illetve közösen külön-külön uh, uh, írtunk a bizottságoknak egy uh, illetve a bizottság tagjainak egy levelet ebben a, a témakörben, ugye most megy uh, bizottság elé a, az előterjesztés uh, nem tudjuk, hogy hol tudjuk ezt az egészet uh, megállítani de <clears throat> Ha ez, ha ez így át fog menni, és uh, ne legyen igazam, de, de én már olyanokat vizionálok, hogy hétfőn ezt sürg sürgőséggel beadják, akkor, uh, akkor nincs rájuk nézve ilyen kötelezettség. Hmm. Hát között. Ja, igen, ez lett volna a nyolcas pontban a semmilyen benyújtotta résznél. Uh, feljelentő csomag megvan. Akkor, Jó, most jön az írja képviselődnek, de tényleg. Nem, most az jön, hogy kicserélem Andor kurva drága mehamodjában az aksit. Remélem, hogy ó, hallgatja, hallgatja. Addig én elmondom, hogy a jelen helyzetben azt lehet tenni egyébként, tekintve, hogy országgyűlési szavazás lesz, hogy mindenki, és ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, mindenki nézze meg, hogy a lakóhelye szerinti Országgyűlési képviselő kicsoda, és írjon neki egy rövid, de velős, szívhez szóló, kulturált hangnemű levelet, amelyben arra kéri, hogy a törvényt ne szavazzák meg, dobják vissza társadalmi egyeztetésre. Bár ott már, hogyha ott van, akkor onnan már nem fog visszajönni társadalmi egyeztetésre valószínűleg, de hogy próbálják meg meggyőzni a választott területi képviselőiket, hogy ne csak a deménék által súlykolt hazugság áradatot hallhassák. Halmaz, 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 igen. És, és ne feledjük, hogy amikor 2012-2013-ra viradólag az Európa Parlamentben ugye az Európa Bizottság egy az egyben meg akarta szavaztatni az EU-val, hogy az összes elektromos cigaretta gyógyszerterméknek legyen minősítve, azt pontosan ugyanilyen módon sikerült megakadályozni. Az elektromos cigarettás emberkék elkezdtek a választott Európa Parlamenti képviselőjüknek írniuk, és elég volt azt a néhány embert meggyőzni, elinteni bennük a, a szikráját, hogy azért ez mégsem így van, hogy szépen meg lett torpedózva az egész az Európa Parlamentben a gyógyszerű minősítés. Úgyhogy nincs lehetetlen, csak csinálni kell. Nem, nagyon nagy. Ezt nagyon úgy kell hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, és nem lesz elég az a, nem mondunk neveket, kettő, három, öt, tíz ember, aki folyamatosan tépi a száját unásig, és azt hiszi mindenki, hogy, hogy csak azért rakjuk ki a linket minden csoportba, hogy az agyatokra menjünk, hogy csak ezt látjátok a hírfolyamban egymás alatt ötször, hanem hogy meglegyen az átfedés, és még ez a leglájtosabb verzió, ami, ami, szóba kell, hogy kerüljön, itt kurvára nem lesz az elég, hogy ötvenen kimegyünk a parlament elé, mert közröhely tárgyává fog válni az egész, és úgy fogják lesöpörni, ahogy azt kell itt kérem szépen, nem az van, hogy mindenki hozzon még egy embert, hanem az van, hogy mindenki hozza el a családtagját, a családtagjait, hozza el a kételkedőket, hozza el azokat, akik bármilyen módon is kapcsolódnak, ahol nem -e cigarettáznak, de a környezetében élnek, és tudják, hogy milyen hatása van rá. Szükség lesz minden egyes emberre, tömeg kell, mert másképp nem fognak minket komolyan venni. És itt jön be a képbe az, amit megosztottunk ö, tegnap éjszaka is a Facebookon, illetve az elcigi tesztekre ma reggel is kitettem. Gyorsan megolvasom, hogy egészen pontosan mi az, mert szeretem, hogyha mostanában minden szó szerint van idézve, még Krisztián is, ami pedig így szólt, az nem a nyereményjáték, ugye, hanem az, hogy november 10-e Balogh Zoltán az országgyűlés elé terjesztette az e-cigaretta piacát megölő, az e-cigarettázást, a dohányfüstbe száműző törvénymódosítót. Tüntetés lesz, kérünk, készülj. A pontos dátum attól függ, hogy mikor tárgyalják a javaslatot. Az esti órákban várható, légy rugalmas. Kiemelten kérünk mindenkit, hogy ezúttal jelenjen meg sokad magával, ez már nem vicc, nem egy távoli, esetleges valami, ez a bőrünkről szól, rólunk szól, úgyhogy úgy, mindenki ez alapján tegye meg azt, amit meg kell tenni, nem szervezkedni, hogy én majd karakószörcsögön, én majd esztergomban, én majd miskolcon szervezek, igenis Vegye az ember a fáradtságot, telekocsi, dobjátok össze a pénzt, ha bármi van, adódik, azonnal kiírjuk, millió és egy ö, általunk kezelt oldalra, mozgósítsátok magatokat, emeljétek fel a valagatokat, mert hogyha nem, akkor nem az lesz, hogy, hogy majd ne keverjétek a TPD-vel, könyörgöm, ne keverjétek. Nem az lesz, hogy majd 2016-ban, talán valamikor és majd akkor megvétózzuk hanem akkor minden egyes kereskedő azt mondja, hogy srácok, holnaptól finító nincsen bolt, nincsen webshop, akkor majd ha majd lesz a trafikban, akkor mehettek oda a mindenféle tököm tudja milyen löttyért. Talán most kell, hogy megemberelje magát mindenki, és egy helyre kell koncentrálnunk az erőinket, mert másképp, Lófasz nem lesz itt. Jó mondom? Totális jól, arra. jól, csak ez, a, ez az esetlegesség, ez azt fogja magával hozni, hogy mondjuk mit tudom is, én Pécsről nem biztos, hogy valaki föl fog tudni érni adott napon délutánra Budapestre. Jó, ez az esetlegesség sajnos abból adódik, ugye, hogy fogalmunk nincs, hogy mikor kerül az országgyűlés elé, és nem is tudjuk, hogy mikor fog kiderülni, hogy mikor kerül az országgyűlés elé. Tehát napokkal arrébra szervezni semmi értelme nincsen. Ezt vagy akkor érdemes csinálni, mielőtt az országgyűlés szavaz róla, vagy a, ha, ha arról lecsúszunk, akkor meg úgy érdemes, amikor az országgyűlésen átment, megy a kúriára, és utána megy Áder János köztársasági elnök az aláírásra, hogy akkor a köztársasági Elnöknek rendezzünk kvázi egy egy tüntetést. Tehát eléggé mozgó célpont a pontos időpont, és nehéz megbecsülni, hogy mikor lesz. Ebből adódik, nem, 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 nem heppem nekem se, hogy itt lógassam az embereket a levegőbe. Az biztos, hogy legalább egy nappal előtte tudni fogunk róla. De hát meg, meg, meg ö, amit mondtam, tehát hogy az, hogy Ennyi kényelmetlenséget be kell azért vállalni, hogy egy hónap, egy év, akármennyi idő múlva is tudja az ember onnan és azt venni, amit és ahonnan szeretne. Tényleg nem lehet arra várni, hogy 5-10 ember iszonyat melóval, tehát tényleg púzus mérő óra, megnéztem, 3 óra, 27 percet aludtam tegnap kurva sok meló van mindenkinek benne, és nem, nem, lehet arra számítani, hogy majd a Pisti, meg a Józsi, meg a X, meg az Y majd, majd csak csinál valamit, mert azon már rég túl vagyunk. Látjátok, hogy, hogy pénz baszik, kutya szart táncol, tehát az erősebb kutya fog a végén ugatni, és akkor most szépen fogalmaztam. Nem, igen, ez, ez, már nem arról szól, hogy mi itt néhányan verjük a palávert itt és most ebben a helyzetben. Ha meg tudjuk ezt nyerni, azt kizárólag ti tudjátok megnyerni, gőzlérek, vaperek, elektromos cigarettázók, nem mi néhányan. Az egyetlen, amit ami tehetünk, hogy kurvára nekifeszülve ráugnunk mindenre, gyűjtjük az infót, Szűrjük a, a, az adatokat, és titeket ellátunk mindennel, hogy minél könnyebb dolgotok legyen, és ezt csak ti tudjátok megnyerni. Tehát, kurvára rajtatok múlik. Ezért hogy is, is mondta te is, elektromos hogy, hogy tényleg mindent megcsinálunk. Tehát összeállítjuk a, a doksit, már más se kell csinálni, csak elküldeni a versenyhivatalnak. Tehát ö, tényleg megpróbáljuk mindenkinek a válláról levenni a terhet, csak ahhoz az kell, hogy legyen ott tényleg az a 40-50 valahány ember, aki mondjuk ezt benyújtotta idáig. Hogy lássák, hogy ez nem egy embernek fáj. Sőt, én tovább megyek. A GVH felé szerintem annak is lenne súlya, hogyha nem csak mind magánemberek, hanem ugye, és akkor fifűk egy pici off-topic is lehetne, ugye? Most a, a héten megalagult új ö, egyesület, ugye? Beszélhetünk Így róla? Van. <coughs> Beszélhetünk róla, persze, hát ezt mindenhova kiposztoltuk, ugye, hogy szombaton összetudott ülni 12 cég képviselője, és meg tudta alakítani. A forgalmazók ö, egyesületét, a ö, Magyar Elektronos Cigaretta Szövetséget. Azaz MECISZ. Igen, ezt nagyon sokan kérdezték, hogy miért ez azért, mert gyorsan megnéztük, hogy a, a MEFSZ rövidítéssel éppen két szervezet van az országban, úgyhogy picit át kellett szabnunk a, a rövid nevet. De ennek ellenére azt gondolom mindenki tudja, hogy miről van szó. Nagyon furcsa eset egyébként, én ezen így gondolkoztam, hogy a, a fogyasztók és a forgalmazók nagyon ritka esetben kerülnek egy platformra. Tehát, hogy az, az érdekeik és, a, és a, a céljaik ugyanazok legyenek. De ez valamiért a, a, az e cigarettára mindig is ö, igaz volt. Még ha az egyesület korai időszakát nézzük akkor is, meg a későit is, ö, hogy mindig ilyen egymás támogatva. Ö, egyszer valahol valakinek, én ezt így elmondtam, hogy, hogy ezt a piacot ö, ö, gyakorlatilag mi fogyasztók ö, ö, állítottuk föl hoztuk létre, hisz ha végig gondoljátok, szinte mindegyik kereskedő e-cigarettásként kezdte. Tehát gyakorlatilag nem tudok olyan kereskedőt ma mondani az országba, aki ne tudná, hogy mit árul. Érted? Tehát ez nem olyan, hogy mint a, mint a cukorka kereskedő, hogy ha életedben nem ettél cukorkát, akkor is el tudod adni. Itt bizony kőkemény tudás van a, a, kereskedők mögött, nem csak piaci, hanem, hanem technikai és, és egyéb fölkészültség is. És ezért furcsa nekem sokszor, amikor hallok olyan embereket megnyilatkozni ebben a témában, akik azt se tudják, hogy miről beszélnek gyakorlatilag. Tehát, na, Szóval. Na de, hogy, hogy erre ráfűzzek. Tehát ugye megalakult a MECISZ, és ha ők is élnének, mint cég, a GVH felé, a. a, a tehát egy, a, egyelőre, mint, mint, mint MECISZ működ. Nem, 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 most nem, nem arról beszélek. de bárján, persze. Nem arról persze persze beszélek, a hogy a Metis, hanem a kereskedő a egyenként. Te mert a, Tehát a, annak. Az üzletet befolyásoló szempontja jóval nagyobb, mint az, hogy azt írja nekik Pistike, hogy nem fogom tudni hol megvenni a likvidemet, meg akármilyen jó megírjuk a levelet. De ha a kereskedő azt mondja, hogy nekem van ö, öt alkalmazottam, meg én hatan vagyunk egy vállalkozásban, és ez a vállalkozás jól prosperál, most pedig minket ellehetetlenítenek ezekkel a koholmányokkal, ezekkel a hamis vádakkal, és ez megteszi 4, 5, 10, 12, 20 kereskedő, na hát azért ott már lehet látni a volument. Hát ez, igen, a, és... ez az elkövetkezendő napok feladata lesz, tehát uh, itt uh, nem, nem kevés kereskedőről beszélünk egyébként. Tehát az, hogy, uh, hogy hányan voltunk ott szombaton, az egy dolog, meg megint másik dolog az, amikor uh, egy, egy ilyen megmozdulásról van szó. Tehát szerintem kivételnék az összes kereskedő, ezt meg fogja tenni. Igen, igen, és hál' Istennek ugyanazt a dokumentumot kell kitölteni a kereskedőknek is. Annyi a különbség, hogy míg mi, fogyasztók, ugye kizárólag a megtévesztést e, tudjuk támadni ezekben a, 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 a cikkekben, hát és ők az anyagi hátrányokban. Úgy a forgalmazók az üzletrontás oldaláról is támadni tudják ezt az egész kótszerát, és így akkor lefettük az egészet. Igen. Úgyhogy a kis feljelentő csomagunk kiválóan alkalmas lesz a forgalmazók számára is, hogy az üzletrontással kiegészítve bebombázzák ők is a GVH-t. Sőt, akár szerintem a, a még az önkormányzat felé is mehetnek, mert hisz azért azt is lássuk már be, hogy azon kívül, hogy adóforintokat termelnek és fizetnek be a kasszába, azért van egy olyan, hogy társasági adó, amit, iparüzési iparüzési adó, amit adó, adó. Amit, amit, amit kőkeményen a, a hely. Majd azt mondtam, hogy a helyi maffia. A helyi önkormányzatnak fizetnek, amiből er ergo majd a helyi önkormányzat szépen patokat, meg parkokat rendez, meg fizeti a, a gizikét a pult mögött. Tehát az a pénz, ami, amit majd keresni fog rajta X meg Y, hogyha beviszik ezt a koncesszióba szint úgy, mint a cigarettát, az nem hozzájuk fog jutni. Hát nem. A nagy, büdös, fekete gazdaságba fog jutni. És a fekete gazdaságról ráfűznék, mert ma is kaptam levelet ebben a témában, hogy, hogy tényleg igaz, mert akkor nem veszek. És mi lesz, ha meg betárazok, meg majd hát külföldről még, tehát külföldön nem tilthatják meg a webshopnak a működését, és mivel, hogy EU-s tag, ezért ott nem fogják a csomagomat átvizsgálni. Ez sokkoló, ez annyira sokkoló, hogy az emberek még mindig ezt hiszik. Tehát, mint hogyha egy szót nem szóltunk volna ezekről az elmúlt két évben. Igen. Hihetetlen, akkor Hihetetlen a a... Csak még egyszer egy mondatot, és akkor mo most már ezt nem én fogom mondani, mert sokat beszéltem. Írd már körül, légy szíves azt, hogy attól független, hogy az EU-ból veszed, Miért nem fogod megkapni azt a csomagot? Én írjam körül, hogy miért nem fogod megkapni azt a csomagot. Azért, mert a most az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat feketén-fehéren megtiltja a távértékesítést, és az EU-ból, Brüsszelből jövő dohánydirektíva pedig kimondja, hogy a tagállamok saját hatáskörükben megtilthatják az elektromos cigaretta határokon átívelő kereskedelmét. Hogyha ezt a két dolgot összetesszük, ez azt jelenti, hogy szart sem ér, kidobják az ablakon az EU egyik alapelvét, az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, és meg fogják fogni ezeket a csomagokat. Lehet, hogy 100-ból egy átcsusszan, és szerencsés vagy, de 100-ból 99-et meg fognak fogni, és nem fog bejönni. Illetve majd akkor az lesz, mint ami a kereskedőknél is van minden egyes csomagnál, hogy mit kérdeznek meg, mikor ö, valami folyékony termék jön, mondjuk egy -e cigaretta voltba fifika? Nem, 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 nem. Nem fogják ezt megkérdezni. Mondjátok el, de nem fogják ezt megkérdezni, mert aha, elektromos cigaretta, távértékesítés, be van, Nem, mert, kap, nem, mert nem, 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 mert mondjuk, hogyha te ö, most nem nikotinos alap, vagy nikotinos lére gondolok, hanem, hanem mondjuk csak aromát, mert már az aromát is ugye tiltani fogják. Ha, igen. Akkor, akkor majd azt mondják, hogy nyilatkozzál arról, hogy ez mi nyilatkozzál arról, hogy ez aroma. Ugye, Fifika, már találkoztunk olyannal is, hogy nyilatkozzál Olyan. arról, hogy ez az aroma nem tartalmaz nikotint, és egyébként meg nyilatkozz arról, hogy ez a folyadék tartalmaz nikotint, vagy sem. Mondhatod azt, hogy nem? Én nem javaslom. Baszus, de jó, hogy eszembe jutott, hogy be kell rendelnem egy láda nikotint gyorsan. Én már megtettem. Mielőtt késő. Poralakba, pora Krisztián, tehát ezt most jutott eszembe, hogy Igen, ez folyékonyat keresni, de te por alakba rendeljék. Ez, ezt nehogy mondjad, mert tényleg elhiszik, és, és tudod, hogy van por alakban kapható, van, és, van, persze. és a, a, senkit nem biztatnék arra, hogy por alapból keverjen magának likvidet, mert az körülbelül olyan élvezeti értékkel bír, mint a... A reszelőzsír. Hát, vagy mint ez a, a instant tej, ez a porított instant tej. Tehát azért, azért na, hát azért tudod, mint az üvegtigris, ez az üvegtigris mindenre jó. Hát ez, kérsz egy kávét? Lalikám, büszkeség is van a világon. Tehát azért tudjuk már, hogy merre, hány méter, minden szart ne engedjünk a tüdőnkbe. Na, úgyhogy ugye mondtam én, hogy az üvegtigris mindenre jó. Jó, akkor ki van pipálva a képviselő is bombázni, ö, önkormányzat vállalkozók bombázni. A fel a az ki fog derülni napokon belül, hogy mi a túró van. A Mecisnek a linkét ki fogom tenni, de megjegyzem akkor, nem, ezt majd adáson kívül mert, mert, felajánlásom van is, nekem is részletekre, és, és nem tudom, hogy megbeszéltünk-e mindent. Hát uh, ami, ugye most azért nem, nem voltunk annyira könnyed uh, uh, hangvételűek, de hát uh, sajnos ilyen a, a, helyzet. Úgyhogy... a, valaki a mondja, hogy, hogy? Az oroszok már a spájzban a sp... vannak. Hát ezek már azon is túljutottak szerintem. Uh. Nekem még egy dolog eszembe jutott, kicsit visszautalva az előző dologra szól. A, 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 a demének féle tanulmány-förmedvény szörny szülött Frankenstein-monster. ne nevezzük már, hogy ez egy tanulmány. <laughs> ne, 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 ilyen... ne, 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 ne. Betűk egymás mögé rakva. A, 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 a legegyszerűbben tetten érhető csúsztatás és hazugság például az, ugye ha jól emlékszem, nem tudom pontosan idézni a szavakat, de valami olyasmit írtak, hogy az elektromos cigarettát igazából a nagy dohánygyárak találták ki azért, hogy a dohányosok ki tudjanak bújni a területi korlátozások alól, ahol nem dohányozhatnának, ott meg egy elcigarettázhassanak. Igen, ez hát ma is perec kerekperec kijelentik, hogy ez így történt. Na most tudjuk, hogy Honlik, a kínai úriember találta föl a mai modern elektromos cigarettát. Honlik akkor, amikor ezt föltalálta, akkor éppen a hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozó Liaoning területi intézményben dolgozott, mint kémikus, tehát mondhatjuk, hogy alapvetően a gyógyszeripar alkalmazásában állt, kémikusként az ég világon semmi fajta volt a dohánygyárakhoz. És arról megkérdezték őt, arról, hogy mégis miért találta föl, ugye itt mindenféle romantikus történetek keringenek, hogy az édesapja tüdőrákos volt, stb. stb. Ez valóban így is volt, el is az édesapja, de hogy miért találta föl, nem kizárólag az édesapjával kapcsolatban jutott neki ez az eszébe. Ő azt mondta, és most olvasok egy cikkből, azon gondolkozott, hogy hogy a fenébe tudna leszokni sokszor próbálta már az akaraterővel történő leszokást, nem sikerült, mindig visszaesett. 2001-ben kipróbálta a nikotinos tapaszokat, de egyszer elfelejtette levenni este magáról, és egész éjjel rémámai voltak. Ráadásul a nikotin tapasz egyáltalán nem adta vissza a cigarettázás élményét. Tehát ő ezzel napi szinten küzdött, mint dohányos, hogy hogy a francba hagyja az abba az elektromos cigarettát. És azt mondja, Kizárólag azért találta ki az elektromos cigarettát, hogy a dohányzást abba lehessen hagyni, választ adjon egy szociális problémára, mert a leszokás minden egyes esetben kínszenvedéssel járt eddig. Ezért, és szó nincs itt dohánygyárakról, szó nincs itt, majd jó, kibújjunk a szabályozások alól, ennyire egyértelműen hülyének néznek minket, és a pofánkba hazudnak. Csak be kell írni, honlék, internet, lehet olvasni a riportokat az úriemberre. Ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, illetve a nyilatkozatokkal kapcsolatban, hogy, hogy tényleg olyan, mintha farahányt borsó lenne az, amit mondunk, mert az, amit nyilatkozik Ildikó, és utána egy nappal később te megcáfolod, tehát, hogy, hogy ők nyugodtan tudnak aludni, mert olyan, mintha nem érdekelni őket az, hogy elhangzik egy más Kontextus, egy más szemszög, ugyanazt mondjuk, mint ő, csak nem az ő hülyeségeit. Tehát, hogy hogy tud úgy ember létezni, hogy, hogy fasságokat mond, és nem érdekli, hogy én mit reagálok rá? Csenni azért nem érdekli, mert egyrészt Küldetésük van. Igen, tehát ez a, megint, ez a, a megint, anti, anti küldető, szem, szemellenzős szűklátókörűség, ami, ami jellemző egyébként az úgynevezett specialistákra, az, az őket is abszolút elér. És a világnak csak mindig azt a szeletét látják, amiben az ő igazságukat vélik fölfedezni. Tehát abszolút nem nyitottak, abszolút nem képesek semmilyen konszenzusra, nem fogják meghallgatni a te véleményed, és nem fognak semmilyen módon mellénk állni. Ezek az emberek ilyen, nem is tudom, tehát így a kihalásra játszanak a saját szakmaiságukat illetően és nagyon nehezen mozdulnak valamilyen irányba. Tehát ha egy év múlva bebizonyosodik az elcigarettára, hogy ez tök jó, tök egészséges, és 300 ilyen adat lesz a birtokában, ő akkor is azt a négy évvel ezelőtti egyet fogja szajkózni, amit ő megtalálta, saját linkként tekintett rá, és ezt a Féltve őrizgeti. Ismerje. Féltve dédelgeti. K két, Magyában. dolog jutott erről eszembe, hogy olyanok, mint a dedós idióták, tehát befogják a fülüket és kiabálnak. az én hangom hangosabb, és a többi, és a többi. A másik meg, amit ez a kritika már többször érte ugye ezeket a szuper jó fej egészségügyi luddita szemétládákat, hogy, hogy úgy viselkednek abszolút, mint hogyha egy toronyban lennének elzárva, és ki vagy te, te por kis hülye, hogy kétségbe mered vonni az ő állítását? Tehát, amit ő mond, azt szent. Ha, Figyelj, ah. figyeljetek már ide. Ez az én becsípődésem, de, de a küldetésről jutott eszembe, és most interpretál... Küldetésünk nekünk van, nekik anti küldetésük van. Interpretálnám ezt most uh, az örökérvényű, na mibe? Üvegtigrisbe. Üvegtigris. Lali, Lali, és Gaben monológia. Illetve hát nem monológ, meg ketten beszélgetnek. Lali kezdi. Te, álljunk meg, nekem most esett le... Most értem meg, te nekem el akarsz adni egy elcigit? Ez nem csak egy elcigi. Ez nekem csak egy elcigi. Nem. Mert? Mert ez nem pénzkérdés. Mert ilyet nem lehet csak úgy venni. Miért vennék én pont ilyet? Miért? Nem akarsz. Fogadjunk. Lali. Lalikám. Te eddig azt sem tudtad, hogy ilyen elcigik egyáltalán léteznek. Ugye? Na, akkor te most nem lehetsz benne biztos, hogy te nem akarsz ilyet venni. Tehát még az is lehet, hogy akarsz. Lali. Kell a pénz? Itt nem erről van szó. Hanem? Hanem arról, hogy ez egyfajta küldetésem nekem. Küldetés. Pontosan akkor ez az egész, ez most nekem jó tulajdonképpen. Értem, teszed. Figyelj, figyelj, látom, hogy nem érted. Most mondok egy példát. Ha te most állandóan kólát innál, akkor én azt mondanám neked, hogy így áll Traubit. Ha Traubit iszol, ugyanazt a szar cukrozott löttyöt csurgatod a beleidbe, mint a többiek, de azáltal, hogy te kólázol, vagy ők kóláznak, te meg Traubizol, különbözöl. Na, Lalikám, ezt kéne, hogy megértsd. Na, ennyit a küldetésről. Az elcigi és nem elcigi vonalon. Jaj, Istenem. Oké. Okay, szóval lala. így. És ki nem mond nekem még egyszer, hogy lala, mé Meg kivágom a szívedet azért. <gül> <gül> Jó, rendben van lala. <laughs> Legyen videó? Hát, Már... kimerítettünk mindent. Ja, hát, vagy, vagy a, a, a TV2-s interjút, ha legrebbeled, és akkor mondom most még egyszer, hogy ha legrebbeled. Legrebbelem Oké, okay, köszönöm szépen, akkor azt, ha holnapig fölrakod nekem, délig, akkor én azt megszerkeztem, és, és fölrakom a cikkhez, és akkor én azt be is írom ide, hogy videó, milyen videót raktatok már ide megint be? Én raktam be a BZ Projekt Barikád című videóját. Ide a múlyó nyilatkozatot rakjuk akkor belső be sorban, aztán a majd azt is. A kultúrába. Te olyanokat adsz, hogy az bárhova jó. Hát ennyi. És akkor szerintem hagyjuk a francba most a sorozatokat, mert elég sorozaton vagyunk, így is túl most. Egyetértek. Már csak egy nagyon patent adás címet kéne kitalálni. Én ezt, én ezt kitaláltam, kérlek szépen. Hozd meg velünk. Rendkívül tetszett nekem, ahogy Demén Tiborék azt sajkózzák, hogy a nikotin bizonyítottan rákeltő, majd a következő mondatban mindenkit arra bíztatnak, hogy nyugodtan használják az általuk ajánlott, bizonyítottan rákeltő nikotinos termékeket. Ezért az jutott eszembe, hogy ez nagyon csodálatos, mindenki érezze megtisztelve magát, az önrákja fontos számunkra. <laughs> Jó, akkor Majd ez vagyok. legyen a címe. És akkor 1 óra 33 perc környékén nyersben uh, lezárjuk a beszélgetés fonalát. Uh, és mi lenne, ez most jutott eszembe, mi lenne, hogyha ha esetleg valami, valami extra dolog adódik most tanában, akkor, uh, akkor mi is jelentkeznénk egy ilyen Special Edition, ö, Protest ö, Edition-nel, vagy mit tudom is én. Simán. Persze. Persze. Zsírság, karajság, akkor mindenki... kis forró dróton vagyunk, non-stop, most már hetek <síns> óta. Hetek óta, igen. Jó, akkor fületeket a podcastre szegezzétek, itt maradunk veletek az éterben, virtuálisan, de most elmegyünk egy kicsit pihenni, mert késő van. Én dolgozni. Vagy dolgozni, ki mit érdemel. És akkor már ennyi volt a podcast, örülök, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy tudtunk új infókat adni. Ezeket a doksikat még múló amiről beszéltünk, akkor majd majd megdolgozom holnapig tegyük fel. A feljelentő csomagot azt megdolgozom még, hogy tényleg mindenkinek csak egy e-mailt kelljen küldenie. Oksa. Jó, akkor én örülök, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!